Sziasztok, diákok, és üdvözlöm elsősorban a YouTube felhasználókat. Ez egy bemutatkozó videó az én részemről. Elég későn csinálom ezt a bemutatkozást, mert hogyha valaki esetleg ráment már erre a csatornára, ahol történelemórai anyagokat beszélek meg, vagy adok le a diákjaimnak, akkor hát igazság szerint még nem tettem meg ezt a bemutatkozást, hogy miért is csinálom meg milyen célból csinálom. A csatornának a neve, ugye, hogy Történelemóra IP-vel, azért IP, mert Imre Péternek hívnak, és a diákjaim csak IP-nek neveznek, és arra gondoltam, hogy azért vállalkozom erre a csatorna nyitásra, mert rengeteg olyan elkészített anyagom van, ilyen digitálisan, amit még a tavaszi, 2020 tavaszán, ugye a koronavírus miatti, járványhelyzet miatt töltöttem fel a diákjaimnak, és hát úgy gondoltam, ha már ennyi munkát belefektettem, akkor egy csatornára felteszem ezt az anyagot. Ezért van az, hogy már a 70. kis órai anyag feltöltésemet csinálom, és csak most jelentkezek egy ilyen bemutatkozó videóval. Úgyhogy azzal kezdtem gyorsan, hogy vagy 50 ilyen kis filmet gyorsan feltettem erre a csatornára. Ezért lehet azt látnotok, YouTube felhasználók, hogy gyakran jelentkezek úgy be a tavaszi anyag feltöltésem következtében, hogy hát a koronavírus járvány x-edik óráját teszem meg. Hát ez a beköszönés, ugye, amikor még akkor elkészültek ezek a kis filmek, de alapvetően ugye ezek a kis filmek, ahogy mondtam, órai anyagoknak a feltöltését jelenti, ami azt jelenti, hogy a nemzeti alaptanterv és a kerettanternek megfelelően középiskolai 9., 10., 11. és 12-es órai anyagokat, történelmi órai anyagokat töltök fel. Úgyhogy ennek köszönhetően remélhetőleg egy olyan 250 óráig meg sem állok ezekkel az anyagfeltöltésekkel. Miért csinálom? Ez a egyik fontos téma, amiért úgy gondoltam, hogy ezt a bemutatkozó filmet feltöltöm. Elsősorban azért arra gondoltam, hogy amikor itt ugye ez a járványhelyzet volt, és szépen gyűltek nekem ezek a digitális anyagok, akkor megnéztem a nyár folyamán, hogy a YouTube-on van-e ilyesmi feltöltve, és láttam nagyon jó kis történelmi órákat, amik elsősorban speciális témában tartott egy-egy tanár, vagy nagyon kirakat óra volt, de egy 5-6 filmnél nem volt több, és hát úgy gondoltam, hogy esetleg egy ilyen hiánypótlásként esetleg előfordulhat az, hogy mondjuk diákok esetleg még, vagy YouTube érdeklődők esetleg meghallgatnak egy-egy történelmi témában feltöltéseimet. Tehát ez egy hiánypótlásként fogom fel, illetve hát abból a praktikus megoldásból, hogy azért lehet, hogy mondjuk valaki, mint tanuló, beteg lesz, és akkor lemaradna az anyaggal, és valahonnan információt szeretne találni anyagról, vagy összefüggéseket nem ért, és akkor összefüggéseket szeretne találni különböző témakörökben, akkor én úgy gondoltam, hogy ez egy segítség lehet. És nem csak betegség miatt hiányzó gyerekeknél, vagy diákoknál, hanem ne adj Isten, de jön egy második hullám, vagy iskola bezárás, akkor ez még mindig egy jobb fogódzó, hogy van esetleg egy ilyen elérhetőség is a YouTube-on. És természetesen vezérel az a motiváció is, hogy ismeretterjesztésként, hál' Istennek látom a csatornámnak a statisztikájában, hogy azért vannak idősek is, akik kíváncsiak egy-egy témára. És azt hiszem, hogy harmadikként vagy negyedikként álszent lenne a részemről, hogyha csak úgy felraknám ezeket a filmeket, anélkül, hogy mondjuk ebben mondjuk esetleg nem látnék fantáziát,
pénzszerzésre, mert hiszen azért, ha kellő a megtekintés, akkor ott a YouTube vagy a Google az esetleg. Hát mind volt, van egy ilyen, álszent lennék, ha ezt nem vallanám be. Úgyhogy, de alapvetően ugye itt a saját diákjaim, más diákok, vagy az ismeretterjesztés az, ami úgy gondolom, hogy nekem is, nektek is, mindenkinek hasznos, úgyhogy remélem, hogy hasznosak ezek a feltöltések. Na most természetesen ugye ezt egy olyan csatornának terveztem, ahol tartalmi anyagokat adok át, tehát nem egy olyan YouTube csatorna, ahol mit tudom én 5.0-ás, 8K-s felvételek készülnek, mert akkor nézd a Spektrumot vagy a National Geographicot, hanem elsősorban azokra a középiskolai tananyagokra koncentrálok, ahol az összefüggéseket próbálom értelmezni és átadni a hallgatóságnak. Még van egy apró dolog. Néztem youtubereknek YouTube filmjeit, és azt vettem észre, hogy nagyon fontos a minőség is. Tehát nem csak a tartalmi minőség. Hát sajnos itt van egy óriási hátrányom, hogy technikailag nem vagyok egy túlképzett, és hát én örülök, hogyha egy kamerára fel tudom venni ezt a órai anyagot, de itt elsősorban én úgy gondolom, hogy a csatornának a célja, hogy azt a kellő tartalmi üzenetet át tudjam adni, vagy összefüggéseket egy-egy történelem órával kapcsolatosan, amit bárki meg tud nézni egy 20-30 percben. Megpróbálok minél közérthetőbb lenni, minél inkább fogyasztóképes lenni, és remélem, hogy amit csinálok, az nektek is hasznos. Jó, hát akkor feltöltéseimet nézzétek, iratkozzatok fel, kérlek, és remélem, hogy hasznos, amit csinálok. Köszönöm, sziasztok!